Sorozatunk előző részében áttekintettük az általános munkavédelmi tudnivalókat és azokat az ismereteket, melyek a fiatal munkavállalókra vonatkoznak. Mai műsorunkban az egyik legveszélyesebb területre, az építőiparba kalauzolunk el benneteket. Az építőipari tevékenységet a munkavédelmi törvény a legveszélyesebb egyes veszélyességi kategóriába sorolja. Egy veszélyes munkatevékenység esetén alapvető előírás, hogy egyedül munkát végezni nem szabad. Az építőipari tevékenység esetén a munkáltatóknak kiemelt figyelmet kell ezért fordítani, hogy a fiatalkorú munkavállalók mellé megfelelő, ellenőrző, felvigyelező személyzetet jelöljenek ki. A megfelelő ellenőrző személy jelölésére azért van szükség, mert a fiatal munkavállalók még nem rendelkeznek elő munkatapasztalattal, nem rendelkeznek esetleg elő szakmai tapasztalattal arra, hogy a veszélyeket kellő időben felismerjék. A munkáltatók részéről hasznos dolog az, hogyha ez a kijelölt személy nem csak a kellő munkatapasztalattal rendelkezik, hanem kellő befolyással is tud bírni a fiatalkorú munkavállalókra, ugyanis a fiatal munkavállalók az, akik például előszeretettel nem hordják az egyéni védőeszközöket, amelyek elő vannak számukra írva, mindenféle vélt és valós okot találnak ki azért, hogy ezeket a védőeszközöket ne kelljen nekik hordaniuk. Az építőipari területek veszélyessége miatt fiatalkorú munkavállalók alkalmazása esetén is szigorúan be kell tartani a munkavédelmi és munkajogi foglalkoztatási szabályokat, például, hogy túlmunkában alkalmazni fiatalkorú munkavállalót nem szabad, szigorúan be kell tartani az előírt napi, heti és éves pihenőidőket, szüneteket kell a munkájuk közé iktatni. Munkakörük betöltése előtt előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatokon kell részt venniük. A munkaköri alkalmassági vizsgálatokat szabályozó rendelet megnevez olyan munkaköröket, megnevez olyan fizikai és kémiai kórokú tényezőket, melyek fennállása esetén nem alkalmazhatóak. Ilyen kórokú tényezők például a közepesen nehéz fizikai munka, ilyen a nehéz munka, vagy ilyen kórokú tényező például az, amikor a anyagmozgatás során 10 kilónál nagyobb tömegű terhet kell a munkavállalóknak emelniük. Minden munkáltatónak, minden munkahelyen, minden építészeti munkahelyen legalább a legalapvetőbb munkavédelmi előírásokat be kellene tartaniuk. Ilyenek például az, hogy rendet, tisztaságot kell tartaniuk. Ilyen előírás például az, hogy az alkalmazott munkaeszközöket és az anyagoknak a tárolási módját úgy kell meghatározni, hogy azok baleseti veszélyforrást ne jelentsenek a fiatalkorú munkavállalók számára. Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység esetén meg kell határozni a veszélyes anyagokat és a veszélyes keverések használatának a szabályait. Az építészeti tevékenység során keletkező ipari és veszélyes hulladékok esetén arra jogosult szervezetekkel szabad csak a hulladékokat elszállítani ártalmatlanításra. Az energiaelosztó rendszereket úgy kell megválasztani, hogy a tevékenység során tűz és robbanás veszélyt ne okozzanak, de az energiaelosztó rendszerek közé tartoznak például a munkatevékenység során felhasznált munkaeszközök érintésvédelmi előírásai is. Minden munkaterületen, munkatevékenységnek és a munkavállalók számának létszámától függően menekülési utakat kell biztosítani, vészkijáratokat kell biztosítani, ezeknek a nagyságát meg kell határozni. Szükség esetén a menekülési utakat ki kell világítani, és minden esetben meg kell jelölni. Az építőipari munkavégzésre és az építőipari munkakörökre jellemző az, hogy a legszélsőségesebb hőmérsékleti viszonyok között végzik a munkavállalók tevékenységüket. A hőmérsékleti viszonyoktól függően pihenőhelyeket kell biztosítani, munkaközi szüneteket kell biztosítani, esetleg védőitalt kell biztosítani.
Az építészeti munkahelyek minimális követelményéről szóló rendelet részletesen szabályozza olyan munkakörülményeket, amelyek esetén speciális követelményeknek kell megfelelniük a munkáltatóknak, hogy a baleseteket elkerülhessék. Ilyenek például a szűk térben végzett munkahelyek, vagy az olyan munkahelyek, amit nem emberi tartózkodásra terveztek. Ilyen esetben például beszállási engedély is szükséges. Vagy az olyan munkahelyek, ahol nem kellő mennyiségű az oxigénszint, tehát 17 térfogat százalék alatt van, vagy olyan veszélyes anyagok felhasználása történik a szűk munkatérben, hogy a veszélyes anyag koncentráció elérhet egy bizonyos szintet, akkor légterelemzés szükséges ahhoz, hogy a munkavállalók ilyen munkaterületeken végezhessenek munkát. Az építőipar az volt területei, ahol kiemelt figyelmet kell fordítani a munkabiztonságra, például leeső tárgyak elleni védelme. Leeső tárgyak ellen a védelmet elsősorban kollektív műszaki védelemmel kell megoldani, figyelemmel kell lenni nem csak a munkavállalókra, hanem a munkakörben, a munkakör hatókörzetében tartózkodó személyekre is. Másik ilyen terület a leesés és a beesés elleni védelem. Elsősorban a leesés elleni és a beesés elleni védelmet szintén kollektív műszaki védelemmel kell megoldani. Ezek elsősorban állványszerkezetek kialakítását jelentik. Az állványszerkezetek ugye legalább háromsoros védelemmel legyenek ellátva, védőkorlát, középdeszka, lábdeszka. Az osztás között 0,3 méternél nagyobbak nem lehetnek. Állványok készítésekor állványtervekkel általában készíteni az állványokat, használatba vétel előtt és rendszeres időközönként arra feljogosított személlyel ellenőriztetni kell. Amennyiben ezzel a kollektív műszaki védelemmel a leesés és a beesés elleni védelem nem megoldható, akkor minden esetben egyéni védőfelszereléseket kell használni. Ezek közé tartoznak ugyebár a zuhanásgátló szerkezetek, a kötélzet és az 5 pontos biztonsági heledezet. A földmunkavégzéseknek a részletes szabályait szintén a munkahelyek, vagy az építészeti munkahelyek minimális követelményéről szóló rendelet szabályozza. Teljesség igénye nélkül pár ilyen előírás az, hogy a kézi földkitermelés esetén legalább fél méteres patkát kell biztosítani. A munkagödörnek a szakadó lapját terhelni nem szabad, kivétel akkor, hogyha a duccolatot a terhelt súlyra is méretezték. Amennyiben talajmechanikai szakvélemény nem készül földmunkavégzés esetén, akkor már 0,8 méter mélységű munkaárok és munkagödör esetén duccolatot kell képezni. A duccolatoknak az előírásait, szilárdsági mutatói, stb. Szintén részletesen szabályozzák a rendeletek és a szabványok. Szó volt az építési munkákról, de engem az is érdekelne, mit kell tudni a bontási munkálatokról. Az építés-kivitelezési munkahelyek egyik legveszélyesebb területe a bontási tevékenység. Bontási tevékenységhez minden esetben bontási tervet kell készíteni. Bontási tervet a munkáltató készíti vagy készíteti el. A bontási tervben meg kell határozni az alkalmazott technológiákat, az alkalmazott munkaeszközöket, a munkafolyamatoknak a részletes és egymás után következő sorrendjét. A bontási folyamatokat pedig minden esetben kijelölt irányító személyzetnek az ellenőrzésével szabad végezni. A bontási terv elkészítésekor figyelembe kell venni az alkalmazott munkaeszközöket, a munkaeszközöknek a rezgés hatását, most azt, hogy a bontást elektromos vagy préslevegős szerszámmal végzik-e. A bontási tervben meghatározottakat a munkáltatókkal és a munkairányítókkal minden esetben a munkáltatóknak ismertetni kell. Mostanában az építkezéseken egyre több gépet használnak, és arra lennék kíváncsi, hogy ezek közelében mi módon végeznek munkát. Az építőipari munkaterületeken rengetegféle gépet lehet használni, csoportosíthatjuk őket akár úgy, hogy emelőgépek, daruk,
földmunkagépek. Alapvető előírás, hogy a gépek veszélyes hatókörzetéből munkát végezni nem szabad. Most az, hogy ez a veszélyes hatókörzet pontosan mit jelent, mindig a munkáltatónak kell meghatároznia. Daruk használatakor például irányító személy szükséges a teher emeléséhez, a kötözések az elvégzéséhez speciális szaktevékenység szükséges. Földmunkagépek használatakor például azért van szükség irányító személyzetre, hogy a munkavállalók ne kerülhessenek a gép veszélyes hatókörzetébe. Irányító személyzet nélkül a földmunkagép kezelője nem láthatja át a gépet, és ilyen esetben előfordulnak olyan balesetek, amikor a földmunkagép odaszorítja a munkavállalót valamelyik valamilyen szilárd testhez, falhoz, földfalhoz. Milyen következményei vannak annak, ha nem használom az előírt egyéni munkavédelmi felszereléseket? Minden munkakörben meg kell határozni a szükséges egyéni védőeszközöket. Építőiparban vannak olyan egyéni védőeszközöket, amiket jogszabály kötelezően előír, ilyen például a védős és akkor pedig magasbani munkavégzéskor a szükséges leesésen egyéni védőfelszerelések. De a munkáltató által készített egyéni védőeszköz juttatási rendelnél jóval szigorúbb és jóval több védőeszközt írhat elő. A munkáltatónak kötelessége az egyéni védőeszközt a munkavállalóitól megkövetelni, kötelessége az, hogy a munkavállalók az egyéni védőeszközöket használják, a munkavállalóknak pedig kötelességük ezeket az előírt védőeszközöket hordani. Ha ti az előírt védőeszközöket nem hordjátok, akkor egy esetleges munkavégzelmi ellenőrzés során szabálysértési eljárás indulhat ellenetek. Amennyiben a munkáltató az előírt egyéni védőfelszereléseket biztosítja, de ti az előírt védőfelszereléseket önkényesen nem használjátok, akkor egy esetleges munkavédelmi ellenőrzés során szabálysértési eljárás indul ellenetek. A szabálysértési bírság ilyen esetben 3000-től 150.000 forintig is terjedhet. Érdemes tehát ismerni és betartani ezeket az előírásokat, elsősorban a saját érdeketekben. Sorozatunk következő részében egy szintén kiemelten veszélyes iparág területére látogatunk el, mégpedig a faipar területére. Többféle szakmaképviselői dolgoznak ezen a területen, a munkavédelmi előírások ismerete pedig ugyanolyan fontos, mint az építőiparban.